640 millió palack üdítőt gyárt évente a márka. A cég azonban most tovább fejleszti gyárát, működését és piacait. A vállalat sikerrel pályázott a kormány gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programján, mely során mintegy 105 millió forintos beruházás megvalósításához 72 millió forint Európai Uniós támogatást nyert a cég. Elkezdtünk új fejlesztéseket az idei évben, érkeztek új gépek bent az üzemben, elkezdtünk egy napelempark bővítést, és most ezen a pályázat eredményeképpen el tudjuk azt kezdeni, ami egy nagy álmunk volt, hogy a tiszta terünkben, benne a steril környezetben egy légtechnikai fejlesztést fogunk végigcsinálni, ami elhozza azt, hogy tovább tudjuk növelni a steril környezetet az üzemben, ezáltal tovább tudjuk a tartósítószermentes termékeknek a fejlesztését végezni. Mindez garantálja a munkahelyek megtartását is. Továbbá új informatikai eszközökkel erősítik a távmunka lehetőségét, megújítják a saját biológiai szennyvíztelep technológiáját, növelve ezzel a hatékonyságot a fajlagos gyártási költségek csökkenésével. Dr. Salac László országgyűlési képviselő a szerződés aláírási ünnepségén elmondta, Bács-Kiskun megye mindig is az ország éléstára volt, és ebbe tökéletesen beleilleszkedik a márkagyár. Kecskemét és környéke hazánk egyik legenergikusabban fejlődő ipari régiójává is vált. A robosztus gépipari fejlődés mellé fel kellett zárkóznia a mezőgazdaságnak és a mezőgazdaságon alapuló élelmiszerfeldolgozó iparnak is. A most záruló uniós ciklus kulcskérdése, hogy meg tudjuk-e erősíteni a magyar kis- és középvállalkozói szektort, és hogy az alapanyagokat minél nagyobb feldolgozottsági szinten tudjuk értékesíteni. Varga Mihály az eseményen elmondta, a cél az, hogy Magyarország megerősödve kerüljön ki a járványból. A pénzügyminiszter kiemelte, a magyar gazdaságpolitika elsődleges célja a munkahelyek és a vállalkozások megvédése. Akkor tudunk eredményesen védekezni, hogyha az emberéletek védelme mellett fönntartjuk a gazdaság egészséges működését, megpróbáljuk megőrizni a munkahelyeket, megőrizni a családok életszínvonalát, életminőségét. Varga Mihály emlékeztetett, a gazdaságvédelmi intézkedések folytatódnak a következő hónapokban is.